Veresegyházon vagyunk. Egy olyan üvegházhoz jöttünk, ami az ország egyik legnagyobb ilyen üvegháza, és hát nem mellesleg, ami tényleg nem egy elhanyagolható szempont, hogy az egyik legfenntarthatóbban létrehozott üvegház, hiszen rengeteg olyan fajta eljárás és folyamat zajlik itt mögöttem, ebben a hatalmas üvegházban, ami mindenképpen a fenntarthatóság zászlajára tűzhető. Hogy mi ez egészen pontosan, az mindjárt kiderül, hiszen ez a jövő idő. Most eljöttünk az üzem területére, és a cég ügyvezető igazgatója, Márkus Zsolt fogad engem nagy szeretettel. Szia Zsolt! Hát köszönjük a lehetőséget, és hát én kint már ott azért láttam jó néhány rekeszben paradicsomot. A négy alap íz közül melyik, ami a legdominánsabb és ami a legfontosabb a paradicsomnál, az édesség? Igen, hát ez szerintem a mai élelmiszer szektornak egy rákfenéje, hogy mindent édesebben eszünk, mint 30-40 évvel ezelőtt. De hiába az édesség, hiába a finom íz, ha nem fenntartható az élelmiszertermelés. A veresi paradicsomnál éppen ezért az első lépésektől a csomagolásig fontos szempont a környezetvédelem. Nézzük is meg, hogy hogyan épül fel mindez. Itt állunk az üvegházaknak a folyosóján, itt van a bemenő melegvíz, ez ugye termálvízről vesszük le a hőt. Ha megfogod, akkor ez jó meleg, ez 65 fokos. Amikor létrehoztátok az üzemet, egyébként maga a fenntarthatóság és az, hogy termálvízzel történjen a fűtés, az egy fontos szempont volt? Ez egy nagyon fontos kérdés. Igen, abszolút, egy kertészetben az egyik legfontosabb költségelem a fűtés, és ezért fontos az, hogy a termálvíz egy jóval kedvezőbb költségstruktúrájú fűtési lehetőséget biztosít, mint a szénalapú fűtés. És a másik szempont, amiért Veresegyház kitűnő lokáció, az pedig az, hogy nem csak termálvíz van, hanem visszasajtolókutak is. Tehát mi 100%-ban visszasajtoljuk a termálvizet, amit felhasználtunk, tehát ez a víz visszamegy a föld alá 1600 méter mélységbe. Csak ebben az épületben óránként 140 köbméter termálvizet használnak fel a fűtésre, ami éves tekintetben óriási mennyiség. Ennek visszatáplálása a föld alá, tehát az utánpótlás érdekében nagyon fontos. De ennyit a vízről és a fűtésről. Nézzük meg, hogy hogyan növekednek, érnek a paradicsomok, és hogyan védik meg őket a kártevőktől. Így néz ki a robotunk, ami permetez, nagyon pontosan be tudjuk állítani. Ja, most jön felé. Igen, most jön felé. Nagyon pontosan be tudjuk állítani, hogy melyik sávot fújja, vagy az alját, vagy a tetejét a növénynek, vagy az egészet. Amivel most permetezünk, ez egy bioszulfur nevezetű anyag, ami biokén, gyakorlatilag ez egy ilyen fertőtlenítő hatás, meg egy olyan, amiben beleragadnak a risztes kék, egy ilyen ragacsos valami, és mind a kettő biószer, tehát azonnal utána tudjuk enni a paradicsomot, nincsen semmilyen hatása az emberi szervezetre. Risztes kék az egyik legrosszabb kórokozó, amivel küzdünk folyamatosan, de például azzal a sárga szalaggal is, ami oda ki van húzva fölül, igen, azzal is a lisztes kéket állítjuk meg. Ja, olyan, mint a légypapír? Olyan, mint a légypapír, igen. Az egész növényvédelmi rendszerünk arról szól, hogy egy egyensúlyt próbálunk fenntartani, egy biológiai egyensúlyt. És plusz vannak a hasznos rovarok. A hasznos rovarokat egy ilyen kis kártyákon kell, mert nincsenek rajta, de így és akkor erről indulnak szét. A biológiai növényvédelem részét képezi az is, hogy a beporzás is természetes módon történik. Az üvegházba méheket telepítenek. Mivel a méhek az UV-fény alapján tájékozódnak, és ebből ősz végén télen nem áll rendelkezése elegendő, a kaptárakat a magasba kellett elhelyezni, hogy a rovarok átláthassanak a növények fölött. Ez a téli paradicsom termesztés egyik sajátossága a sok más kihívás mellett. Gyakorlatilag Spanyolországban majdnem hasonló színbe kell leszedni a fürt, tehát legalább 3-4 zöldbogyó kell, hogy rajta legyen, hogy az polcéret legyen, amikor ide érkezik Magyarországon, hiszen... Tehát Spanyolországban így szedik le, igen, így kerül a kamionba, és mi pedig így szedjük, igen. Tehát ez a különbség a kettő között. Hát ugye nem mondom, hogy nem kóstolnék meg egyet. Nyugodtan meg lehet kóstolni, igen, mindig a tetejétől kell kezdeni. Nagyon finom. Milyen pozitív életemi hatásai vannak a paradicsomnak? Ugye a paradicsom tele van antioxidánssal, ugye ez meg szabad gyökmegkötő. Ezért is esszük a paradicsomot egyébként, ez a legfőbb jótékony hatása.
úgyhogy gyulladásgátló, rákellenes hatása van. Tehát minden, ami az antioxidáns tartalommal összefügg, és jótékony élettani hatás, az a paradicsomra jellemző. Tehát ebben a likopin nagyon nem fog kialakulni, mert az utolsó érési fázisban alakul ki. Tehát ebben sokkal kevesebb lesz a likopin tartalom, mint egy ilyen fürdben. A helyben termesztés, ez egy nagyon fontos dolog, nagyon fontos szempont. Ez beérik, ezt most leszedjük, és jövő héten leengedjük a növényt, ez fog igen, és látszik, hogy ez a növény, ez már milyen hosszú, tehát innen indult, ugye 30 centis növény volt, és aztán már látod, hogy ennyi már leérett róla. Ezt augusztus elején, elsőjén palántáztuk, és most 5. fürdszínnél tartunk, vagy 6. fürdszínnél tartunk, tehát ez még egy fiatal növény. Egy év alatt akár 38 fürdszintet is el lehet érni, és végül egyetlen növény akár a 20 méter hosszúságot is elérheti. Mindezekhez természetesen a növényvédelmen, a mesterséges intelligencián, valamint a megfelelő hőmérsékleten kívül többek között tápanyagra is szükség van. Ezen a tápanyagadagoló csövecskén megy bele a tápanyag oldat, bele a kókuszrostba, és utána, ami többlet folyadékot adunk neki, az ide a vápába lefolyik, ezeken a kis lukacskákon keresztül, és ezt összegyűjtjük, és megtisztítjuk, és újra felhasználjuk ezt a vizet. És mi volt az a közeg, amit említettél, kókusz? Kókuszrost. És ez miért fontos? Kókuszrost az azért nagyon fontos, mert nagyon jól szabályozható a növénynek a tápanyag felvétele ezen keresztül, és egy tiszta közeg. Zoli egyébként elképesztően nagy paradicsomfam. Ő most megtürtőzteti magát, azt mondja... Nem, kóstold meg, kíváncsi vagyok, hogy mit mondasz. Na gyere, Zolikám, kóstold meg. Utasd magad. Na még jó, egyet, akkor. Ez még törösebb, bocsánat. Oké. Okay. Még arra ment el. Elképesztően impozáns egyébként ilyen magaslatból látni ezt az üvegházat, ahol, hát nem győzöm hangsúlyozni, több mint 120 ezer tő paradicsom található, és hát ezek napi szinten élik át a dolgos és hozzáértő kezek törődését, hát ezért ilyen szép a hoza. Na, tehát ha már fenntarthatóságról beszéltünk, akkor bemutatnám a cukorfartnak az új csomagolását, ez pár hónapja van csak a piacon, azért érdekes, mert papírdobozban van a paradicsom, ez pedig újra felhasznált műanyag, és gyakorlatilag hát egy elég környezetbarát csomagolásról beszélünk, majdnem olyan, mint a Piccolo, ami viszont 100%-ban környezetbarát, mert csak papírdobozban van. Úgyhogy ezen semmilyen? Ezen semmilyen műanyag nincsen, igen. Zsolt, ha már ezt így megfogtam, akkor ezt megtartottam? Nyugodtan, persze. Kóstold meg. Bár elég sok paradicsomot kóstoltam. Nagyon szépen köszönöm a tájékoztatást, meg a nagyon kis informatív kalauzolást, és akkor köszi a mi köszönjük a lehetőséget.